Szinte mindenki megtapasztalhatta az elmúlt hónapokban, hogy a 2,8%-os ársapkás tartós tejen kívül minden tejtermék 40, 60 vagy akár 100%-kal is drágult. Az egész agráriumra rányomja bélyegét az országot sújtó aszályhelyzet, és bár ez nem mindenki számára egyértelmű, az állattartás is megsínyli, ha kevesebb gabonaterem. A visszaesett termés magasabb takarmányárakat generál, döntő részben ez határozza meg a tejtermékek árának emelkedését is. Jelenleg a tejátvételi ár országban, bárhogy széttekintünk, olyan 170 plusz-minusz 5-10 forinttal lehet mondani a tejátvételi árat, amiért a tejipar vagy a felvásárlók fizetnek. Ez nagyjából az önköltséget fedezi, a tej előállításának az önköltségét, ami ugye munkabér, rezsi, takarmány, általános költségeknek a szétvetítése. Kovács Mesterházi Zoltán hozzátette, naivitás lenne azt gondolni, hogy ez a tendencia visszafordul vagy megáll. A realitás az, hogy ez valamilyen szinten ez emelkedni fog, már emelkedni kell, mert ahogy növekednek a tejtermelőknek a költségei, úgy növekedni kell ahhoz, hogy eredményesen tudjanak lenni, legalább nullára ki tudják hozni a gazdálkodást, úgy emelkedni kéne a tejátvételi árnak. Az azonban már a tejiparon múlik, hogy mekkora hasznot raknak a feldolgozott tejtermékekre, és abból mennyi csapódik le a vásárlókon.